Napfürdőznek az állatok a győri állatkertben, élénkebbek a makik, a teknősök pedig a tópartján sütkéreznek. A hosszú, kemény tél után láthatóan mindenki élvezi az első igazi tavaszi napsugarakat. Előző évekhez képest meglepően kemény telünk volt, és ezt azért az állatok is megérzik. Most a hirtelen jött meleget, ők is kedvelik, tehát szemlátomást kín vannak is, élvezik a napsütést, napoznak kín, gyűjtik a napsugarakat magukba. Az állatkert ilyenkor még nagyobb élményt nyújt a látogatóknak, mint a téli szürke hónapokban, ugyanis valósággal felpesdült az élet. A jó idő beköszöntével pedig a láthatóan élénkebb állatokon kívül számos egyéb látnivaló is várja az érdeklődőket. Be fog indulni újból a tengeri malacvonatunk, most már olyan az időjárás, hogy bátran kimerjük engedni őket. Tehát ugye gyakorlatilag nekik van egy belső szálláshelyük a, a télen a nagy hőmérséklet különbségre való tekintettel, őket akkor nem szoktuk kiengedni, most már ki tudnak jönni. Az állatbemutatóink is most már hétvégén be fognak indulni, ahogy gyakorlatilag a látogatók egy ilyen arénában közelből ismerkedhetnek az állatainkkal egy bemutató keretében. Az eddig is népes állatkert pedig tavasszal új tagokkal is bővül majd, a gondozók igazi babyboomot várnak a következő időszaktól pont az előbb nézegettük a fakó antilopikánkon rajta van ez a pázasidű jellegű történet, tehát hogy ő már érzi a tavasz közelettét, és hogy itt akkor őre feladatok várnak. Antilopjaink, indiai antilopok, szitatungáknál feltétlenül számítunk utódokra, ugyanúgy a szarvasoknál, laxis szarvas, dámok, gyűrűs farkum, amik szóba jöhetnek, muflonok. Az új jövevényekről természetesen a továbbiakban, híradónkban is beszámolunk majd.